Ui ơi. Ui ơi. Egyáltalán nem készültem erre. A mai dologra. Olyannyira nem, hogy még a mikrofont sem szereltem fel a gépre, illetve hát ez a gép nem is az a gép, amivel szoktam vlogolni, úgyhogy annyira váratlanul jött ez a dolog. De úgy gondoltam, hogy muszáj nektek ezt megmutassam, hogy hol járok. Itt vagyok Surrey megyébe. Ez Londontól pár kilométerre van. És nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom pontosan, hogy hány kilométerre, de utána fogok nézni. Szóval ez az egész terület itt, ahol vagyok, ez egy természetvédelmi terület. Olyannyira természetvédelmi terület, hogy képzeljétek el, hogy a telefonnak, a mobiltelefonnak nincs térereje, illetve hát van itt-ott néhol, ugyanis az állam, illetve ez a megye nem engedi a telefon antennáknak a, tudjátok, ezek az oszlopok, vagy tévéadók, telefonadók, vagy valami hasonló ilyen sugárzó dolgoknak az építését ezen a környéken. És hát az itt lakóknak eléggé fejfájást okoz azzal, hogy nem nagyon van térerő. Hogyha itt körülnéztek, láthatjátok, hogy egy picikét ilyen nedves esős itt az idő. És hát én nem biztos, hogy a megfelelő öltözéket választottam erre a mai napra. Picikét drónoztam is, illetve most fotózgatok. De hát az a helyzet, hogy ez az egyetlen egy cipőm van, és most ez is koszos. És hogy még tetézzem az egész dolgot, Tamással vagyok, csak ők már elindultak föl a kávézóba. Itt vannak a gyerekek is, úgyhogy extra nehéz dolgunk van bármit is csinálni. Képzeljétek el, és felejtettem, annyira el voltunk itt magunkkal foglalva, hogy tegnap, azaz december 20-án, mai nap az 21-e van most. Tegnap, tehát december 20-án volt egy éves a vlog. Egy éve volt annak, hogy elkezdtem vlogolni. Ki itt volna? Gyorsan telik az idő. A mai nap indulunk le a szüleimhez. Van egy városka, amit úgy hívnak, a tengerparti. Illetve nem tengerparti városka, mindenki tengerpartot emleget, viszont ott csak egy öbölke van. A városnak a neve Weston-super-Mare. Nem Westor Supermannel, nem kell összetéveszteni, semmi közük hozzá nincsen, nem ott született Superman. Ők ott laknak, és ma délután fogunk hozzájuk elindulni, és ugye ez az egész kiutazásunknak a célja, hogy együtt töltsük a karácsonyt. Úgyhogy ma délután, hogyha itt befejeztük, akkor hazamenjünk, gyorsan ebédelünk, és utána nekiindulunk a közel három óra hosszás út. Longing for you, oh, but I can't get back. What can I do? What can I do? When your dream is gone, I don't wanna go back, back. Don't wanna go back. If you are not with me, hey, do you read me? Go back, back to where we came from. If my hands are empty, hey, do you read me? Go back. Hát azt hiszem, hogy egy elég is volt ebből a sétálásból itt az erdőben. Természet lágy ölén. Ha még süt a nap, akkor egészen tuti jó lenne, de így... De remélem, hogy lettek jó képek azért. Hogy tetszett a séta? Hogy nézel ki? Anya meglát, szerintem kitagad bennünket a családból. Nos hát most már rövidesen útnak tudunk indulni, nem is lett olyan vészes a hazatérésünk, mint amire számoltam. Tudjátok, a sár véget, meg a minden véget. Talán rám gondolsz. Azt gondoltad, hogy nem,
De hogy is, miért gondolnám? Úgyis te fogod kimosni majd szépen a teknőbe a kezeddel. Most összekuszoltál. Hoppá, akkor még ezt is ki fogod mosni. Na, tessék. Itt kavargózunk most az M25-ön, ez a Londont elkerülő út. Mindjárt megmutatom nektek, hogy hány sávos. Otthonra kellene ilyen sávos út, és akkor nem lenne soha semmilyen dugó az autópályán. Ide érkeztünk. Hát mennyi az idő? 16 óra 38 perc van. Megérkeztünk Westonba. Most itt Angliába egész területén rengeteg a fish and chips, ami magyarul azt jelenti, hogy hal és sült krumpli. Ilyen kis mini vendégrőkre, vagy ilyen, nem mondanám gyors étkezdének, de mégis gyors étkezde, de mindegy, frissen fogott halakat, illetve kézzel készült, kézzel pucolt burgonyát szolgálnak felé a vendégeknek. Na, a lényeg a lényegben az, hogy itt Angliában nagyon szeretik a fish and chipset, és szinte minden városban megtalálható, de nagyon kevés köztük a jó. És mit jártok Westonban, Weston Supermare-ben, ahol is található, egyébként ez a városka, ez egy ilyen turista városka, ugyanis itt található a Grand Pierre, amit majd remélhetőleg meg is fogok tudni nektek mutatni, majd egy következő nappal, itt leszünk körülbelül még 6 napot. Szóval, ha itt jártok Westonba, akkor feltétlenül gyertek el egy jó fish and chipsre a Papászhoz. Mindjárt mutatom. Nem mellesleg anyukám is itt megtalálható, ugyanis itt dolgozik a hátam mögött lévő fish and chipsesbe. Tudjátok? Papász, papász. Hogy áll a haja? Szuper jól. Hát igen? Én nem fogom ezt nézni, Kati. Én nem fogom ezt nézni, hogy ez jól vegyen. Hi, yeah. Hello. Congratulations. Thank you very much. Mondja Sophie, hello. Where's Nanny? Where's your nanny? It's my mom's work. She is? Hello. She's watching. She's there. She's coming now. Nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmeteket. Szeretném megragadni, hogy minden egyes nézőnek, mindannyiótoknak boldog karácsonyt kívánjak. Innen az öböl partjáról, mert nem is a tenger partjáról, mert kicsit soros itt a tenger. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Hamarosan találkozunk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy like gombot, osszátok meg ismerőseitekkel is, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Whoop!